tökéletes az indítás a 2019-es nemzeti vágtán. Kaposvár lovasa kezd a legjobban, de Baja is jól kezd Németh Jánossal, és ő vezet a első kanyarban. Baja és Kaposvár, ők ketten vannak az élen, harmadik pozícióban mögöttük Temerin Nagy Arnolddal, utána pedig jönnek a hölgyek, jön Zirc és jön Kecskemét lovasa, amikor nagyon sok, még három kör van hátra, és vezet Baja. Baja, Kaposvár, Temerin, ez a sorrend jelen pillanatban, aztán érkezik a kecskeméti lovas Vámos Mercit, ez a mezőny végén Zircről Fodor Melinda, de még mindig több mint 2,5 kör van hátra a 2019-es nemzeti vágta döntő futamából. Nagyon magabiztosan vezet a kétszeres nyerő Baja Németh Jánossal. Baja tehát az első, Baja mögött ott van Kaposvár, Baja, Kaposvár, Temerin és Kecskemét. Nagyon-nagyon könnyedén galoppozik Temerin lova fantázia Nagy Arnold alatt, de majd valamikor azért ki kéne bújni, mert nagyon zárt előtte a fal, bár most már mintha kicsit fáradna. Ez nagy meglepetés számomra. Kettő kör van még hátra az Irca mezőny végén, de azt gondolom, akik elől vannak, bármikor ők megnyerheti 2019-ben a nemzeti vágtát. Baja még mindig vezet Németh Jánossal, a kétszeres bajnokkal. Baja az első, és belül megpróbál Temerin elmenni, de egyelőre úgy tűnik, hogy jól zárja a pozíciót. Németh János nagyon-nagyon jól zárja a pozíciót, mellette ott van Kaposvár, kívül Kecskemét, belül pedig Temerin, amikor az utolsó körre fordulnak a lovak. Kérem szépen, semmi nem dőlt el, rettenetesen szoros a verseny, és most jön Nagy Arnold Temerinnel. Baja és Temerin kettőse az élen, megpróbál Nagy Arnold kívül elmenni, és talán el tud mellette menni, fél hosszal vezet, Temerin talán előré van, de Baja nagyon-nagyon szívósan védi a pozícióját. Harmadik helyen ott van Kaposvár, mögötte Kecskemét, az utolsó fél kör fog dönteni, Temerin pedig most már egyértelműen átvette vezetést. Temerin az első, Baja a második, meg lehet a történelmi győzelem, meg lehet a duplázás Temerinnek, Nagy Arnoldnak és Fantáziának, amikor már csak 100 méter van hátra. Temerin a nyerő 2019-ben a nemzeti vágtán. Második helyre jön Baja, harmadik Kaposvár, negyedik Kecskemét, és ötödik helyen beérkezik Zirc. Megvan a történelmi győzelem. Hát aki október 19-én, valamint 20-án nézte a nemzeti vágtát a magyar televízióban, az, ha ismeri a mezőberényi Vámos családot, akkor érdekes felfedezést tehetett, hiszen a nemzeti vágtak döntőiben Vámos Mercedes a Kecskemét színeiben negyedik helyet, a nagyon-nagyon remek negyedik helyet szerezte meg. Hát hogy keveredtél te a nemzeti vágtára? Ugye nemrégiben, pár évvel ezelőtt beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy zsokénak tanulsz. Dunakeszin a tréningközpontban lovaglás közben az egyik tréner elkapott, hogy az egyik vágtalovára, ami most érkezett, Szerbiából, Temerinből, kellene egy masinista. És akkor, hogyha végzek a munkával, akkor menjek le hozzá, nézzem meg a lovat. Lementem, megnéztem a lovat, beszéltem a tulajjal telefonon, elvállaltam, és akkor így lovagoltam tavaly szenvedélyt a nemzeti vágtán. Másodikok lettünk az előfutamba, és a középfutam, hát nem sikerült úgy, ahogy kellett volna. Harmadikok lettünk, mert felnyomtak a falra, de szerintem azt is simán megnyertük volna, ha ez nincsen. De ezzel is meg voltunk elégedve, és akkor természetesen így lovagoltam idén is a lovat. Én tréningeztem augusztus eleje óta. És akkor hát... Nekivágtál a idei vágtának is. Hát ugye a kecskemét színeiben ez egy kecskeméti ló, vagy egy kecskeméti, úgymond, hát istálló, vagy micsoda ez? Nem, hanem a kecskeméti a híres vágtán, elővágtán így kecskemét színeibe indultunk. Ő a támogató településünk idén. És akkor hogy zajlott le maga ez az egész? Mert ugye itt vannak elővágták, amivel mondjuk a döntőbe be lehet kerülni, és hát ott azért ott is szép sikereket értél el, ha már egyszer a döntőbe bekerültél. Elővágtán az előfutamot azt könnyen nyertük feltartva. A döntőfutamunk az hát a starton múlott. Olyan volt a pálya, hogy nem igazán lehetett előzni, nagyon élesek voltak a kanyarok, majdnem buktunk is. És mondtuk is a tulajnak, hogy itt az fog nyerni, aki a legjobb startot veszi. Az én lovam nagyon ideges volt, másodikként vettem a startot, másodikként értem célba, pedig még volt a kezembe egyébként. Nyerhettünk volna, hogyha van egy kis egyenes a pályán, vagy kicsit jobbak a kanyarok, de nem baj, ezzel is meg voltunk elégedve. És akkor jött a döntő. Hát akkor itt is ezek szerint a rajt döntött? Hát fent Pesten, az előfutamba szombaton ott nagyon-nagyon rossz startot vettem, mert nagyon ideges volt a lovam, de azt könnyen nyertük, ott még tele volt a kezem, volt még a lóba, utána a vasárnapi előfutamba, ott már nehezebb dolgunk volt, Kolónia Viktória
azt hiszem 2016-ban nyerte meg a nemzeti vágtát, 2017-ben második volt, és 2018-ban is. Ő volt a legnagyobb ellenfél mindenkinek, és vele kerültünk együtt egy középfutamba. Mindenki őt várta előre, hogy ő fogja megnyerni. Párom, aki tavaly megnyerte a nemzeti vágtát, ő még reggel attól félt, hogy a Kolónia Viktória fogja megnyerni a döntőt vasárnap este. De nem így történt, hanem éppen a párod nyerte meg egyébként, tegyük hozzá a zsinórba másodszor. Igen, és akkor mondtam neki, hogy azért remélem, hogy ezt nem gondolja komolyan, mert én szeretném elvenni a Kolónia Viktóriát a szenvedéllyel, és hát egész könnyen sikerült, egy 2-3 hosszas győzelem volt a vasárnap délelőtti középfutamba. És akkor még maradt is a lovamba. De vasárnap estére már azért fáradt volt, azért mutatta a jeleit, hogy most már nem olyan tip-top, de még volt benne az energia, de nem volt helyem már a döntőbe hova menni. Lehet, egy kicsit várni kellett volna, kicsit taktikázni, mert azért az már mind győztes ló volt, aki a döntőbe bekerült. De nem baj, így is ez gyönyörű eredmény, és... Tulajdonképpen az egyetlen vagyok a döntőből, aki saját maga alá készítette a lovat, mert mindenki másnak trénerek készítették alá a lovat, úgyhogy nagyon büszke vagyok is lovacskámra. Hát gratulálok is hozzá egyébként, én ahogy néztem, az a 4 ló, az nagyon egybe ment, tehát ott végül is akárhogy alakulhatott volna, és a többiek meg valahogy úgy leszakadva tőletek, nem? Hát igen. Ez minek volt köszönhető? Jó volt a rajt, és akkor, de hát utána már nem tudom, olyan nagyon nem lehetett előzgetni. Hát a döntőben ott már kicsit jobb startot vettünk, de még ez sem a tökéletes, ezen még dolgozni kell. Uh-huh. Nagyon jó a lovam, de a startokat még ott, uh-huh. azt még meg kell szerelni a fejébe, hogy jó legyen. Már jól tud startolni, csak idegből az ott elviszi ott a fejébe, az ott nincs rendben. Jól láttam, hogy az első 3 fiú volt, és utána te voltál a lány. Igen, igen. Erre még büszke vagyok. Tehát a legjobb lány versenyző. Igen. Igen, erre még büszke vagyok, hogy végül is a legjobb női lovas voltam a vágtán tulajdonképpen, szenvedélynek köszönhetően. Igen, bár a család így is nyert, hiszen ahogy említettem, a barátod, a párod az első helyezett lett, hogy már a másodjára. Igen, hát nagyon nagy volt rajta a teher, nagyon ideges volt, én nagyon bíztam benne, hogy neki ez sikerülni fog, mert ugye benne voltam, láttam, hogy milyenek a lovak, ki mennyivel nyert, ő neki még minden versenyben még volt a lovába, sokkal több, mint a többiek. De jó neki. Igen. De hát jó lovas, jó ló. Erre szokták azt mondani. Egyébként mekkora élmény így a nemzeti vágtán részt venni. Ugye nem első alkalommal veszel részt rajta, most viszont ott voltál tényleg, lehet azt mondani, hogy a legjobbak között. Ez egy hatalmas élmény. Tavaly annyira boldog voltam, hogy végre lovagolhatok a nemzeti vágtán, és arra a zenére bevonulni, meg ott lovagolni, és örjünk a közönség, meg minden, de ez az idei év, ez minden túlszárnyal tényleg, hogy ugye győztünk is 2-szer, és örjöngtek már ott vasárnap délelőtt az emberek, és tényleg mindenki nagyon szurkolt, vagy rengetegen nagyon szurkoltak, sokan ugye nem, sokan nem nekünk, de vasárnap este ott több ezer ember előtt, az nagyon durva, hát ilyen sok ember előtt nagyon ritkán lovagolhat az ember. Izgultál? Nem úgy mondom, hogy izgultam, én attól féltem, hogy a startokat elrontjuk. Mert ugye ismerem a lovat. Tehát a start megvolt, utána már csak a verseny, és akkor mindent bele. Igen, beszéltük is a tulajjal, hogy próbáljuk ugye a starton múlik minden, hát nálunk ez nem jött be, hogy a starton múlik minden, mert bebizonyítottuk, hogy rossz starttal is lehet nyerni, 2-szer is bebizonyítottuk, de azért sok múlik a starton, és hogyha elstartolunk, beszéltük, hogy utána csak fejbe taktikázzak szépen, ne siessem el a dolgokat.
Hát mindesetre gratulálunk mindenképpen ez az eredményhez. Viszont ha már itt vagy, akkor azt is, és ugye a helyszín is adott, hiszen a madarásztanyán vagyunk, ha már egyszer ló, akkor tényleg egy olyan helyen legyünk, hogy van itt egy ötlet, hogy hát hallottuk azt, hogy Merci mezőberényi. Viszont a Kecskemét színeiben versenyzett, és hát itt hallottuk egyébként a versenyön, új kígyós, innen, onnan, amonnan, tehát emlegetik azt, hogy honnan is érkeznek a lovak, vagy a lovasok, illetve hogy milyen versenyző. Jó lenne, hogyha mezőberény neve is elhangozna, van egy ilyen ötlet. Igen, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Merci tőlünk indult, hiszen 2008-ban az első lovastábor, amit a Nyerekben Alapítvány szervezett, az első táborlakója volt. Hova jutott? És, igen, és már akkor láttuk, hogy van benne valami, ami más, mint a többi gyerkősznél, az a hatalmas lószeretet és lóimádat, amikor befeküdt az istálóba a kis lovacska mellé, és órákon keresztül ott simogatta, akkor már éreztük, hogy esetleg több is lehet. Mi ugye az alapítvány szabadidősport tevékenységet végzünk, tehát nem versenyeztetünk, de büszkeséggel tölt el bennünket, ha valaki innen kikerülve ilyen hatalmas eredményeket ér el. És igen, nem titkolt vágyunk az, hogy egyszer mezőberény színeiben indulhasson, és a mezőberény zászlaját emelhesse föl a Nemzeti Vágtán. Igyekszünk érte majd tenni azért, hogy ez megvalósuljon, hiszen azért ennek nagyon, nagyon nagy anyagi vonzata is van. Ez egy összefogása lenne akkor ezek szerint. Igen, úgy gondolom, hogy nem lehetetlen, és legyünk büszkék mezőberények, hogy ilyen lovas emberünk van, és nem tudom, hogy megfogalmazódott-e az, hogy Magyarország legügyesebb lovasa, mivel hogy a döntőben ő lányként, ugye, jól mondom? Igen. Ő lett a legjobb hölgy versenyző, úgyhogy erre még külön büszkék vagyunk. Na, hát de jó lenne, ha ez az összefogás összejönne, és akkor hát egy nagy összeg, de hogyha összedobjuk, akkor nem olyan nagy összeg már, ha többen vagyunk. Merci, hát te zsoké vagy, ugyebár. Akkor ezek szerint neked ez az élethivatásod, ahogy egyébként Zsuzsi is elmondta, és folytatod? Mert hogy veled mindig ilyen lótragédiák történnek, hol elmegy a ló, hol nem tudom, mi történik vele, és hát most is ugyanez a helyzet. Hát nem kérdés, hogy folytatom, persze, hogy folytatom. Mindig van változás, vannak nehéz időszakok, de sok szép dolog van ebben a szakmában. Hát hogy ne lenne, de most miért búcsúztál el ettől a lótól? Nem búcsúztunk el, hazament téli pihenőre, és tavasszal folytatjuk a munkát. Ja, hogy folytatjátok, és akkor a következő Nemzeti Vágtán is ezzel a lóval, vagy hát, hogyha nem tudom egyébként, hogy ez az összefogás összejön, akkor egy másik ló, vagy ez hogy történik? Én másikra nem ülök a Nemzeti Vágtán a jövő évben, hogyha ha egészséges marad, amiben nagyon bízunk, akkor vele indulok mindenféleképpen. Mert most már 100%-ban megbízok benne, tudom, hogy mit tud, össze vagyunk szokva. Kértek fel, hogy másikra üljek, hogy ajánlanak, vagy tudnak jobbat, és hogy nagyon szeretnék, ugye a könnyű súlyom miatt, hogy lovagoljam, de nem, én szenvedély mellett kitartok. Hát igen, ez a te szenvedélyed, meg a nagy szerelmed a lovak, imádod őket. Hát gratulálok még egyszer, és akkor bízunk hozzá, hogy ez az összefogás összejöhet, és akkor tényleg, Merci, ha már egyszer mezőberényi, akkor hajrá, és mezőberény színeiben indulhassa, illetve hát annak a neve alatt. Köszönöm szépen, még egyszer gratulálok. Mi köszönjük szépen. Köszönjük.